Jeremiás könyve Jeremiás egy jeruzsálemi pap volt a dél-júdai királyság utolsó évtizedeiben, aki profétaként figyelmeztette Izraelt, milyen súlyos következménye lesz mindannak a bálványimádásnak és jogtalanságnak, amivel megszekték Istennel kötött szövetségüket. Előre látta, hogy Babilon Isten eszközeként ezért végrehajtja majd az ítéletet Jeruzsálem lerombolásával és a nép fogságba hurcolásával. És igaza lett. Végül saját szemével látta Jeruzsálem megsemmisítését és a száműzetést. A könyv keletkezése nagyon érdekes. A 36. fejezet szerint, miután Jeremiás húsz éven át hirdette az igét Jeruzsálemben, Isten felszólította, hogy gyűjtse össze ige hirdetéseit, verseit és írásait. Ebben egy Bárúk nevű írnok segített neki, aki ezeket egy irattekercsbe rendezte. De Bárúk sok történetet írt le magáról Jeremiásról is, így a könyv egyfajta antológiaként, szöveggyűjteményként is olvasható. Célja, hogy ezt a profétát Isten igazságának és kegyelmének hírnökeként mutassa be. A könyv Jeremiás kettős prófétai elhívásának leírásával indul. Izrael, de egyben a népek prófétája is lesz, szavai pedig egyszerre gyomlálnak és rombolnak, de plantálnak és építenek is majd. Azaz vádolni fogja Izraelt és figyelmeztetni Isten eljövendő ítéletére, de emellett reményt is hirdet a jövőre nézve. Ez a bevezetés jól összefoglalja az elsőtől a 24. fejezetig tartó részt, vagyis a fogság előtt született írásokat. Ezek központi gondolata, hogy Izrael megszegte az Istennel kötött szövetséget, és annak a Tórában leírt összes feltételét méghozzá többféleképpen. Átvették a kánoáni Istenek imádatát, és szentélyeket emeltek. Nekik. Jeremiás a bálványimádást a házasságtöréshez hasonlítja. A prostitúció, a kicsapongás és a hűtlenség szavaival írja le, miként köteleződött el Izrael idegenistenek mellett. Jeremiás Izrael vezetőit is vádolja, a papok, a királyok és a proféták mind korruptá váltak, elfordultak a tórától és a szövetségtől, ez pedig a társadalmi igazságtalanságok elburjánzásához vezetett. A közösség legkiszolgáltatottabb tagjait, az özvegyeket, az árvány a bevándorlókat, kihasználták, megsértve ezzel a tóra törvényeit, a vezetőket pedig mindez hidegen hagyta. Ezek a témák érnek össze a hetedik fejezetben, Jeremiás templomi beszédében. Az izraeliták úgy jönnek a templomba imádni Istent, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, de kilépve onnan, más isteneket imádnak. Néhányan még a gyermekáldozat kánoáni szokását is átvették. Jeremiás ezért roppant népszerűtlen bejelentést tesz. Izrael istene ítéletet hirdet, le fogja rombolni saját templomát, és azzal bünteti majd Izraelt, hogy ellenséget küld rá Északról, akinek megengedi, hogy elfoglalja Jeruzsálemet. Később kiderül, hogy itt a babiloni birodalomról van szó. Ezt a 25. fejezet tárja elénk. Izrael nem fordult vissza Istenéhez, ezért Babilon új királya Nebukadnecár uralkodásának első évében Jeremiás kihirdeti, a babiloni seregek Izrael és szomszédai felé tartanak, hogy legyőzzék, és hetven évig rabságban tartsák őket. Babilont egy pohárhoz hasonlítja, amely csordultig telt Isten igazságos haragjával. Ebből a pohárból itatja meg Isten Izraelt és a többi népet is. A többi fejezet erről a közelgő támadásról szól, először Izrael ellen, a 26-tól a 45 részig, majd a többi nép ellen, a 46-tól az 51 részig. Az Izraelről szóló szakaszban Jeremiás könyörög Izraelnek, hogy térjen meg, és az utolsó pillanatig figyelmezteti őket, ám a vezetők végig elutasítják őt. A szakaszt egy hosszú történetgyűjtemény zárja Jeruzsálem Ostromáról és Babilon pusztításáról. Megtudjuk, hogy Jeremiást egész idő alatt üldözték, végül lázadó izraeliták elrabolták, és akarata ellenére Egyiptomba vitték és épp itt a tragédiák és az ítélet komor történetei között reményteli biztatások sorát találjuk. Jeremiás a második törvénykönyv 30. fejezetének jövendülését viszi tovább, miszerint bár a nép megszegte a szövetséget és fogságba került, Isten mégsem hagyja el őket, sőt, megújítja velük kötött szövetségét, szívüket pedig átformálja. Jeremiás ezt az ígéretet folytatva hirdeti, hogy Isten a Tóra törvényeit egyszer, majd nem kőtáblákra, hanem népének szívébe fogja írni. Meggyógyítja őket a lázadásból, hogy így egy nap majd valóban teljes valójukkal szeressék és kövessék őt. Izrael ekkor hazatérhet, a Dávid házából származó messiás pedig eljön, és minden nép az egy, igaz istenként ismeri majd fel Izrael istenét. Ezekben a fejezetekben látjuk tehát, hogy annak ellenére, hogy Izrael feladta hitét, Isten nem engedi, hogy a bűné legyen az utolsó szó. Történjék bármi, hűséges, ezért beteljesíti ígéreteit. Ezután költemények egy hosszabb gyűjteménye szól arról, miként ítéli meg Isten Babilon által Izrael szomszédait, Egyiptomot, Filiszteát, Moábot, Edomot, Ammont, Damaszkuszt hácort. Végül a leghosszabb versekből meglepő módon az is kiderül, hogy Isten ítélete Babilont sem kíméli majd. Bár Isten Babilont arra használta, hogy végrehajtsa ítéletét, nem tűri el erőszakosságát és bálványimádását, így hát Babilon is igazságosságának mércéje alá kerül. Jeremiás az ő büszkeségüket és jogtalanságaikat is elítéli. Babilon szerepe ezekben a versekben az 1 Mózes 11-ben megjelenő Babilonra emlékeztet, mely a lázadó népek előképe lett. A gazdagság és a háború magasztalásában Isten átadja ezt a nemzetet saját pusztulásának. A könyv a királyok második könyvének végéről vett történettel zárul. Ez Babilon végső támadása Jeruzsálem ellen. A városfalak lerombolása, a templom felgyújtása és a nép fogságba vitele, azaz az első 24 fejezet figyelmeztetéseinek beteljesedése. Legvégül a fogoly júdai királyról, Jójákimról, Dávid leszármazottjáról olvasunk egy rövid történetet. Babilon királya kiengedi a börtönből és meghívja, hogy élete végéig a királyi asztalnál legyen, a könyv pedig véget ér. Megcsillant tehát a reménysugár, mely a 30-tól a 33. fejezetekben leírt ígéreteket idézi. Isten nem hagyta el a népét, és nem vonta vissza a Dávid vérvonalából származó, eljövendő királyra vonatkozó ígéretét sem. És bár a könyv tele van figyelmeztetéssel és ítélettel, utolsó szavai mégis a jövőbeli reménységgel zárulnak. Erről szól Jeremiás próféta könyve.